Szervusz, szeretettel köszöntelek a csatornámon. Most egy gomba pörköltet fogok csinálni, amihez már egy viszonylag nagy fej hagymát összedaraboltam apró kockára, és 2 gereszt fokhagymát. Kevés olajon elkezdtem itt pirítani. Eléggé megpirítottam a hagymát azért, hogy amikor picit majd vízzel felöntöm, akkor nagyon jó szép tudjon főni. Paprikát beleraktam egy pillanatra csak, és öntöm hozzá már is a vizet. Előfőzöm a hagymát. És a paprikát előfőzöm. Egy negyed kaliforniai paprikát rakok most bele. Ezt a 2 így egy picit előfőzöm. Akkor megfelelőképpen először. Hagytam neki egy kis levet. Beleteszem a fűszereket, egy kis kapuk fű. Pici bors. És a só majd a végén, amikor megfőtt a gomba. És akkor belerakom a 300 g összedarabolt gombát. Kisebbekre is és nagyobbakra is hagytam a gombákat. Nem most egy jó kis magyaros gombapaprikás lesz. Még teszek hozzá egy pici vizet. Így. És letakarom megint. Dobok bele egy pici fagyasztott varganyát. Az ízek miatt, mert az nagyon jó meg fogja bolondítani. És akkor el is készült, és készítettem házi nokedlit, és azt most ide rá fogom merni valamennyit. Úgyhogy így néz ki a gyönyörű ételünk. Jó étvágyat, szervusz!